Rövid köszöntő, a zsűritagok bemutatása és sorszámhúzás. Ezt követően már a diákoké volt a főszerep a Városi Könyvtárban, hogy elmondják a versenyre kiválasztott mondájukat. Én a Kócuszár című mondát választottam. A tanítónénim már Saci nénivel közösen választottuk ki. Nagyon tetszik nekem, azért, mert vicces, és jó. Elég sokat gyakoroltam, már egy versenyen nyertem vele, de kigyakoroltam, hogy most még jobb legyen. Az intézmény már hagyományt teremtett a mondamondó versenye, és mivel minden éven a gyerekek részéről is igény jelentkezik ezen megmérettetésre, így a könyvtár dolgozói minden tanévben meg is hirdetik. Most 13. negyedik osztályos sátoraljóújhelyi és hegyközi diák állt a zsűri elé. Ezek a gyerekek már ugye a meséből kezdenek kinőni, hozzájuk már közelebb állnak a történelmi alapok iránti érdeklődés, a mondavilága. Másrésztről a gyerekeknek mindig óvodától kezdve folyamatosan biztosítani kell a szóbeliség, a szóbeli kifejezőkészség, a fellépés, a szereplés lehetőségét. Ők még ennek nagyon örülnek is, szívesen jönnek. A gyerekek saját maguk választhatnak mondát a versenyre. A számos monda közül a diákok választása legtöbb esetben a Mátyás mondákra esik. A gyerekek nagyon megválogatják, hogy melyik az a monda, ami hozzájuk személy szerint is közel áll. Kötetek között is válogatnak, és természetesen a köteten belül a mondák között is. Nagyon sok mondát átolvasnak, amíg a megfelelőre rábukkannak. Hát ez is az a plusz, amiről az előbb beszéltem, hogy ezáltal egy kicsikét valami közelebb jön hozzájuk. A zsűritagok szótlanul figyelték a gyerekek előadását, minden apróságot figyelve. A gyerekek fellépésére, a hangerejére, a bátorságára, hogy tudták megjegyezni a történetet, az előadásmódra. Ezen túl mindig van valami plusz, ami a zsűri tagjait megragadja a gyerekek előadásában.